Szeretettel köszöntelek benneteket, és nem tudom, hogy ezt már mondtam-e valaha is, hogy a szünetek után nyugodtan gyertek be és fejezzétek be az evéseteket. Aki eszik, az nem beszél. Szóval, és attól lehet nyugodtan figyelni. Úgyhogy, szóval ezt, nem tudom mások, hogy vannak veled az én óráimon, nyugodtan ehettek teljesen végig az óra alatt is. Az abszolút nem zavar, csak figyeljetek. Finomat egyetek, ami mellett lehet odafigyelni. Hát ma János Evangélium a harmadik fejezetéről tanulunk, de mielőtt megnyitnánk a Szentírást, azelőtt egy meglehetősen lehangoló hírt kell közöljek. Most kaptam 2-3 perccel ezelőtt egy hírt, hogy Ukrajnában kb. 100 települést mosott el az árvíz, és hát szeretnénk segíteni, akiknek takaróik, párnájuk, vagy szóval valami ilyesmiük van, azokat kérem, hogy az Ugligeti központhoz, ahol a felvételi vizsgák voltak, oda lennétek kedvesek elhozni, és valaki vállalta, hogy ki elszállítsa. Azt hiszem, nem árt tartalékolni sem arra, hogy majd már magyar oldalon lesz árvíz, mert lesz, nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy lesz. Nos, tehát akkor ma Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetéséről szólnánk. János Evangélium a harmadik fejezetét legyetek kedvesek, nyissátok ki. Ez a beszélgetés egy rendkívül nevezetes, és számomra a Biblia legszebb részét is jelentő beszélgetés, majd látni fogjuk, hogy tényleg az. Példa is arra nézve, az igazi emberi tapintatra nézve, ahogy emberekkel, akik másképp gondolkoznak, akik valamit nem látnak még tisztán, bánni kell, bánnunk kell. Azt olvasjuk ebben az igében, mindjárt olvasnám az első verseket, volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem csak ha az Isten van vele. Felelt Jézus, és mondta néki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon visszameheti az ő anyja méhébe másodszor, és születhetik-e? Egyelőre talán eddig. Tehát azt olvassuk itt ebben az igében, hogy egy ember jön Jézushoz, egy farizeus, jegyzetben megtaláljátok, nem akarok sok időt tölteni ezzel, a második századtól kezdődően létezett ez a farizeusok szektája, vagy csoportja, Izrael, vagy irányzata, Izrael vallásos irányzatai között elkülönültet jelent, szigorú törvénytartók és mindenkitől, aki nem tartotta meg olyan komolyan a törvényt, mint a ők, elkülönültek, ezért is szokás nevezni egy farizeus olyan embereket, akik hát úgy látszólag a törvény külsejének eleget tesznek, de mindenkitől, aki nem úgy jár el, mint ők, azoktól hát így elhatárolják magukat. Na, ez az ember jött Jézushoz, de úgy tűnik, hogy egy tisztességes ember volt, mert Jézushoz ezzel jön, hogy: Mester, mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, csak ha az Isten van vele. Hát először erről egy-két szót, hogy a jeleket, amelyeket te teszel. Hát János Evangélium a harmadik fejezete, az első két fejezetében egyetlen dologgal találkozunk, ami Jézus cselekvése, ez pedig a templom tisztítás. Tehát az mindennek lehet mondani, csak jelnek nem, hogy milyen jel van abban, hogy Jézus megtisztítja a templomot, úgy gondolhatnánk. És azt hiszem, mégis kimondhatjuk, hogy hatalmas jel van ebben, mert ugye a tanítványok is megemlékeztek róla, hogy a te házad iránt való emésztő szeretet van az én lelkemben, mondja az Úr Jézus Krisztus, illetve mondják a tanítványok vele kapcsolatban. Tehát azt látták meg az emberek, hogy Jézusban valami mélységes tisztelet van az Isten dolgai iránt. Ugye ilyet mondott, hogy az én atyám háza imádság házának mondatik minden nép számára. Minden nép számára. Ti pedig latrok barlangjává tettétek azt, és kiűzte ugye a húfárokat, a pénzváltókat, a galambárusokat.
és megtisztította a templomot. Nos, tehát Nikodémus azzal jön hozzá, hogy mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítól. Mi az, hogy tudjuk? Kiknek a nevében szólal meg? Nyilván nem felséges többesben beszél Nikodémus, hanem itt utal arra, hogy Izrael vezető rétege, ugye a Sanhedrinnek a tagja volt, erről is csak egy-két szót a jegyzetben megtaláljátok, volt egy 71 tagú grémiuma Izraelnek, ugye a 71 tagú vezető rétege, nem lehet minisztertanácsnak mondani, ez túl nagy volt, de szóval egy ilyen, és nem sem parlament, mert az meg túl kicsi volt, szóval egy vezető rétege volt Izraelnek, akikkel a rómaiak is fenntartották a kapcsolatot. Ennek a tagja volt Nikodémus is, és nyilván az ő nevükben szólal meg, hogy tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítól, mert senki sem teheti ezeket a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, én hosszú-hosszú időnken keresztül mindig úgy voltam, amikor ezt olvastam, nem szerettem olvasni. Amikor Jézus erre azt válaszol, hogy bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, akkor mindig azt gondoltam, hogy ez a süketek és a süketnémák és a vakok párbeszéd. Az egyik ezt mondja, a másik nem látja, hogy mit, az meg nem érti, az elmennek egymás mellett. És amikor az ember ugye elgondolkozik rajta, és hát ugye a Biblia belső összefüggéseit egyre inkább megérti, akkor azt látja meg, hogy ilyen tapintattal ember ritkán szólt. Nikodémus eljön Jézushoz, most azért jött, hogy egy udvarias mondatot mondjon, hogy mit tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Ez volt vajon a szándék, hogy éjjel ezért megkeresse Jézus. Azt hiszem mindannyian érezzük, hogy távolról nem. Hogy valami nyugtalaníthatta, valamilyen kérdés lehetett a lelkében, amit megfogalmazni se akart. Úgy szerette volna, biztos ismerjük ezt az érzést, hogy így valakihez beszélünk, és hogy szeretnénk, ha kitalálná gondolatunkat, és a ki nem mondott szavainkra válaszolna. Ugye a Biblia Istennel kapcsolatban ezt kimondja a 139. Zsoltárban, találjuk azt az igét, a 139. Zsoltár azt hiszem 4. versében, mikor még a számon sincs a szó, te már messziről érted azt, Uram. És Jézus ebben a szellemben válaszol, érzi, hogy ez az ember eljött hozzám, megkérdez, szóval szinte kérdezni akarja, hogy nem te vagy-e véletlenül a Mesiás? Ja, nem tudom, ti erről tanultatok-e már Hubert Lipót, 1902-ben egy kalocsai katolikus hittudományi professzor volt, írt egy cikket a Mesiás eljövetelének az idejéről a hittudományi folyóiratban, és abban azt írja, hogy a Dániel próféta kijelentései alapján a zsidók a kezükön számolhatták ki Krisztus érkezésének az időpontját. Hát tudták, hogy most van az, amikor Jézusnak jönni kell. Ebben nem akarok belemenni, mert elvinne az időnket. Ott van, hogy 7 hét és 62 hét múlva, és felkenetik a Mesiás. Tehát a dánieli profécia megmondja, hogy ekkor és ekkor felkenetik a Mesiás. Nem mondja meg, hogy mikor születik, de hogy mikor kenetik fel, azt igen. Tehát ők tudták, ott volt a Mesiás várás. Aztán ott volt Keresztel János hirdető, hogy betölt az idő, és elközelített az Isten országa. Bemutatta Krisztus, mint Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Szóval ott volt a levegőben, hogy ez a Jézus nem egy közönséges ember, és nem, még csak nem is egy proféta, hanem ez a Jézus ennél valamivel messze több. És akkor ezt ennyit tud csak mondani, hogy mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítól, de ott van az a kimondatlan kérdés, hogy akkor mester, akkor te ki vagy? És most ezután azt hiszem világosabban értjük Jézus válaszát, amikor Jézus erre szintén ugyanígy nem megfogalmazva, csak egy kicsit, szóval így megkerülve, de mégis egyértelműen azt mondja, bizony-bizony mondom néked. Bizony-bizony, amen-amen van az eredeti szövegben, tehát biztos, igen biztos, bizony-bizony mondom néked. Ha valaki nem születik újjá, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja az Isten országát. Mit mond el ezzel Jézus? Először is nem tudom, mennyire tudjátok, az Isten országa és a Mesiás országa az azonos fogalom volt a zsidóknál. Jegyzetben megtaláljátok, én erre nem töltök több szót. Tehát ez egy teljesen azonos váltó fogalom volt. Tehát amikor ő azt mondta, hogy nem mehet be az Isten országába, vagy nem láthatja az Isten országát, akkor egyértelműen Jézus azt az autoritást igényelte magának, tehát azt a tekintélyt, hogy neki joga van megmondani, hogy ki megy és ki nem megy be az Isten országába. Indirekt formában, tehát mit mondott ezzel? Nikodémus, te arra vagy kíváncsi, hogy én ki vagyok? Nekem jogom van megszabni, hogy ki lesz az Isten országa polgára. Majdnem ezt mondhatnánk,
hogy én messiás vagyok, még pedig nem is csak abban az értelemben, hogy ti általában várjátok a messiást, és ezért mondja, ha valaki újonnan nem születik. Tehát ezzel kimondja azt, hogy a messiás országa, az nem egy ilyen zsidó messiási várakozásnak a beteljesülése, hogy majd ugye mi legyőzzük a rómaiakat, és nem ők diktálnak nekünk, hanem mi nekünk, nem ők ülnek a mi palotáinkban, hanem mi majd a római palotákban is, szóval és mi leszünk a világ urai, azt mondja, aki újonnan nem születik. Jézus ezzel rögtön azt is kimondja, hogy a messiás országa az egy lelki birodalom. Azt nem karddal fogják majd megszerezni, ott nem makabeusok kellenek hozzá. Az Isten országa egy lelki birodalom. És amikor erre, ugye Nikodémus ezt nagyon jól tudta, hogy ezen mit kell érteni, hiszen ebben az időben ugye az újjászületés fogalma az Izraelben egy teljesen bevett ismert fogalom volt. Ez az ingerült és elutasító válasza, hogy ugye, amit azután a negyedik versben találunk, hogy mondta néki, hogy mi módon születhetik az ember, ha vén. Ez csak a sértett önérzete utasította vissza, illetve mondatta ki vele, mert mit is mondott Jézus? Bizony-bizony mondom, néked, újonnan, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja. Neked. Tehát nem a mizeraplepsznek, nem a galileai, nem tudom én kiknek, neked, Izrael vezetőjének. Neked, aki Izrael legfelsőbb grémiumának az egyik kimagasló tagja vagy, neked is újonnan kell születned. Tehát az Isten országában nem a születés szerint, nem az Ábrahámtól való leszármazottság alapján lehet eljutni. Itt egy pillanatra megállnék, és akik a Bibliát jobban ismerik, hadd kérdezzem meg, hogy ki szólt már erről ez előtt, közvetlen ez előtt. Hogy ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat. Ugye, Keresztelő János? De tökéletesen egybecsengett, azt is mondhatjuk, hogy mint egy igazolta Keresztelő János szolgálatát, hogy amit János mond, az igaz. Mert én is azt mondom, aki kimondhatom, hogy bizony-bizony mondom, tehát akinek autoritásom van erre, akinek hatalmam van erre, kimondhatom, hogy igen, csak aki újonnan születik, csak az lehet az Isten országának a polgára. És erre Jézus újból nem sértődik meg, nem áll szóba Nikodémusnak ezzel a majdnem, hogy udvariatlan kijelentésével, hanem még egyszer ennyit mond, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Megint ezzel kezdik, bizony-bizony mondom néked. De kétszer is szinte megesküszik rá, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szent lélektől, nem mehet be az Isten országába. Hadd kérdezzem meg, egy embernek mennyi köze van ahhoz, hogy ő születik? Pimasz amerikai fiatalok egy ezelőtt, nem tudom én, 30 évvel azt mondták, hogy nem kérdeztek meg a szüleink, hogy akarunk-e születni, tartsanak el. Hát én nem ezt a nyegle stílust szeretném itt megemlíteni, hanem csak annyit, hogy egyikünk sem tehet arról, hogy megszületett. Az rajtunk kívül álló dolog. És itt Jézus nem kevesebbet mond, mint azt mondja el, hogy ember te magad megváltoztatni, jobbá tenni nem tudod. Kiadhat tisztát a tisztátalanból. Itt egy új születésre van szükség. Jegyzetben is megtaláljátok, hogy ezt a kifejezést használja itt, ez a görög kifejezés állít, hogy anotai, genétei, tehát hogy felülről születni, Istentől születni. Egész pontosan hogy kell ejteni, ezt majd megkérdezitek Gábortól. Szóval ez a kifejezés állít, felülről születni, mennyből születni, szent lélektől születni. Én vízzel keresztelek, mondta Keresztelő János, de aki utánam jó, aki előttem lett, ő tűzzel és szent lélekkel keresztel majd benneteket. Jézus erről kezd szólni tehát, hogy igen, szükség onnan felülről, szent lélektől születni. Ellenkező esetben nem mehet be az Isten országába. Hiába előkelő vezető Izraelben, hiába tisztelik őt, és hajlongnak előtte Izrael papja is, aki újonnan nem születik, aki víztől és szent lélektől nem születik, nem mehet be az Isten országába. Kedves hallgatók, egy pillanatra szeretnék megállni, és túl a Jézus és Nikodémus közötti beszélgetésen érdemes nekünk is elgondolkozni ezen, és engedjétek meg, hogy egy nagyon kedves élményemet mondjam el. Tavaly nyáron valaki felvételi vizsgán
vizsgát tett, és rákérdeztem, hogy miért akar tanulni, hogy diplomára van szükségem. És mikor februárban vizsga volt, akkor épp János evangéliumáról vizsgázott nálam az illető, nem, majd tudjátok is, hogy nem minden tanárnál kell vizsgázni, egy-egy fél évben egy-egy tanárnál vizsgázunk, szóbeli, és a többi. Na szóval, hogy hozzám került. János hetet húzta ki vizsgatételként a Jézus személye körüli vitát, és így végigmondta, de jól, szóval nem biflázva, nagyon világos. Látszott, hogy sok mindent átolvasott hozzá. Jó, köszönöm, ez egy kiváló felelet volt, már be is írtam neki. Engedje meg, hogy elmondjam a harmadik fejezetet is a Nikodémussal való. És hát rengetegen vártak rám, és mondtam, ennyien várnak, hogy engedje meg, hogy még ezt elmondjam. Na jó, tessék. És akkor végigmondja a Nikodémussal folytatott beszélgetés csodálatos szépséggel. És én megkérdezem, hogy megér ennyit egy nyomorult diploma, hogy ennyit tanuljon értem? És azt mondja, hogy én már rég nem a diplomáért tanulok. Szóval ugye nekem is már ott bent fújni kezdett. Szóval én ezt kívánom sokaknak, hogy úgy belül fújni kezdjen. Szóval, hogy ez ne csak olyan legyen, hogy egy ismeret, amit megszereztünk, hanem úgy érezzük, hogy tényleg Jézus itt nem csak Nikodémusnak mondta ezt, ez érvényes mindenkire, mert azt mondta, ha valaki, bárkire érvényes ez. És elnézést kérek, mert ez egy kicsit eltér a mi etikai normánktól, hogy ez egy kis agitálásnak tűnik, nem annak szántam, csak megjegyeztem. Ami testtől született test, az mondja Jézus, ami lélektől született lélek, az ne csodált, hogy ezt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön, és nem tudod hová megy. Így van aki lélektől született. Jézus tehát ezután egy magyarázatot mond, és pedig ez a magyarázat arról szól, hogy ember, azt kérdezed, hogy nem kell-e újból születni? Hát újból születni se oldana meg semmit. Semmit nem oldana meg. Mert ami testtől született, ugye a testen, gondolom, mert nem tudom, tanultatok már erről, igen, azt hiszem én is említettem a múlt órán, ha jól emlékszem, hogy ugye két fogalommal találkozunk, most nem is mondanám el, szóval itt arra utal, hogy a megromlott emberi természet, az újból, ha másodszor születik is, ugyanaz lesz. Szóval semmit nem old meg, hogy egy új kis baba megszületne, ha ilyen létezhetnék. Nem old meg semmit. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, csak az lélek. Ne csodáld, hogy ezt mondom, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És akkor a hogyanra is válaszol, és azt mondja, Nikodémus, ez tényleg egy kicsit kívül is áll rajtad. Vágyakozni lehet rá, de megvalósítani az ember képtelen. A szél fúj, ahová akar, és annak a zúgását hallod, hogy honnan jön, hová megy. Ehhez az embernek nem sok köze van. Mi ott kint lakunk Zugligetben, ahol a felvételi volt, ott a két telekkel odébb, és bizony sokszor látjuk télen így, tudom, ezek a ködös ronda idők vannak, hogy smogul az egész városon napokig, hetekig esetleg. Én jártam olyat, hogy bejöttem a városba, és gázmaszkkal jártak gyerekek. És aztán jön egy szél, és már látjuk is a Népstadiont, csak úgy sziporkáznak a lámpák, ahogy ott folyik a mérkőzés. A szél elfúj mindent. Jézus itt erre utal, hogy ember, nem lehet megmagyarázni, hogy pontosan hogy történik. Az Isten szent lelke, mint egy áldott szél, mint az emberi szívet érintő, az ember lelkét, lényét megérintő, mennyei befolyás érinti annak az embernek a lelkét, aki nem zárja be az ablakait előtte. A szél fúj, ahová akar. A zúgását hallod, a hatását látod. Nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Nem megrendelésre történik mindez. De az Isten kopogtat az emberi szíven. Az Isten keresi az embert. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Na így van mindenki, aki lélektől született. Szóval ilyen exakt módon megfogalmazni, hogy itt van, itt jön, így történik, nem lehet. Biztos mindannyian ismerünk, vagy legalábbis akik vallásos körökben forgolódnak, embereket, akik mindent olyan pontos szabály szerint akarnám. Lehet, hogy ezek az életben meg lehet mindent úgy, az életet, magát. De hogy írja Szent Györgyi, hogy akkor az életet akarjuk megismerni, egyre mélyebb régiókba szállunk, és mikor már meg tudunk fogni valamit, akkor megfogjuk, csak az már nem az élet, hanem az anyag. Szóval rengeteg dolog van, ami képtelen az ember megragadni. Jézus azt mondja, igen, a szél fúj, az úgását hallod,
nem tudod, hogy honnan jő, nem tudod, hogy hová megy, csak azt veszed észre, hogy valami történt az életedben. És engedjétek meg, kedves hallgatók, hogy csak annyit hadd mondjak, utána én 50 éve dolgozom ilyen területen, hát én rengeteg ilyen embert láttam, amikor emberek egészen más emberekké lettek, amikor csak néztem, hogy ez az az ember, aki ennyi hónappal ezelőtt még egy vad alak volt, és most szóval mi történt itt? Szóval csodálatos az, mikor a szél fúj, és amikor valaki nem áll annak ellen. Akkor ezután Jézus ezt mondja, mi módon lehetnek ezek? Jézus pedig felelt és mondta neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Szóval milyen beszélgetés ez már? De Nikodémus itt leveti ezt a büszke farizeusi állarcot, és azt mondja, uram, mi módon lehetnek ezek? Én erről nem tudok. És Jézus mit kérdez? Izrael tanítója vagy, és ami az üdvösség titka, azt nem tudod? Akkor mit tudsz még ezen kívül? Milyen lenne, ha Jézus ma úgy rákérdezne lelki vezetőkre, vagy akik magukat lelki vezetőknek tartják, hogy te Izrael tanítójának vallod magad, és az üdvösségi útját nem ismered? És így folytatódik. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. És most jön a következő 12. vers. Ha földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? Tehát mit mond Jézus? Hogy én tudok mennyeiekről is szólni. Hogy is köszön be Nikodémus? Mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. És most már Jézus hol tart? Hogy én a mennyeiekről is tudok szólni. Mert, és így folytatja. És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá az embernek fia. Tehát mit mond ki Jézus? Én a mennyből szálltam alá. Bemutatkozik egyre inkább Nikodémusnak? Egyre inkább megfelel a ki nem mondott kérdésére? Én a mennyből szálltam alá. Ugye 13. vers. Senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. És itt megint az embernek fia. Jegyzetben megtaláljátok, Dániel 7-ben találkozunk először arról, hogy mint valami emberfia ment, és az öregkorúhoz vitték őt. Ez egyértelmű, hogy ott a megváltóra utalás. Tehát a zsidó tudatban, Dániel óta, ugye 600 év óta, ott volt, hogy az emberfia egyenlő a mesiás. Ennél világosabban bemutatkozhatott volna Jézus? Az emberfia vagyok. Aztán jön egy nagyon különös kijelentés, 14. vers, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Döbbenetes kijelentés ez. Mi az, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, akkor az el ne vesszen, hanem annak örök élete lehessen. Mi ez, hogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában? Lennétek csak, szívesek csak megnézni a vers alatti idézetet? Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 9. verse. Nem kell, hát kikereshetitek, akik gyorsan tudtok. Én rögtön elmondom, hogy miről van ott szó. Izrael vándorol a pusztában, és ráunnak a Jóisten vezetésére. Isten nappal felhő, éjjel tűzoszloppal vezeti őket, vigyáz rájuk, hogy a pusztában, a iszonyatos hőségben enni, inni ad nekik. És egyszer csak azt mondják, hogy nincsen kenyér és víz sincs, és ezt a hitvány eledelt mondják a mannára, ezt meg utálja a lelkünk. Nem. Hát nem így, ahogy én most elmondom, nem valami sértődésből, de mintha az Isten azt mondja, hogy rendben van, kedves izraeliták, nektek terhetekre van, hogy én vezetlek bennetek, én egy napra elvonulok, és nem védelek benneteket. És jönnek a tüzes kígyók, ugye így olvassuk ott, hogy bocsájt azért az Úr tüzes kígyókat rájuk. Vannak, akik ezen megbotránkoznak, mi az, és Isten tüzes kígyókat, és teremt tüzes kígyókat, és küldött a zsidókra, hogy mardossák őket. Engedjétek meg, hogy egy ilyen plasztikus képet mondjak, amit remélem, hogy könnyű lesz megjegyezni. Megyek mondjuk a Katival az utcán, és zuhog az eső. És a Kati azt mondja, hogy hagyj engem békét, ne gyere ilyen közel hozzám, és én elhúzom az esernyőt. Én bocsájtottam rá az esőt?
az az eső esett. Csak egy törvényszerűség, elvontam az esernyőt, és rá zuhogott az eső. És mondhatom, hogy most esőt bocsájtottam rád. Nem, az esett az az eső. Szóval szeretném, ha ezt jól megjegyeznétek, mert ezzel sokszor küzdködnek emberek, akik a Bibliát olvassák, hogy lám-lám az Isten mit tesz. Szóval nem arról van szó, hogy Isten küldött kígyókat, hanem csak arról van szó, hogy elvonta az ő oltalmát, és azok a kígyók ott voltak, és jöttek, és megmarták a zsidókat. És hát persze, hogy pusztultak el tömegesen. És akkor mentek Mózes, hogy könyörögje az Istenhez, hogy múljék el rólunk a csapás. És az Isten, Mózes az Istenhez fordul, és ekkor mondja, ha elolvassátok majd Mózes 4. könyvében az igét, ott mondja, hogy készíts egy kígyót, egy rész kígyót, tűzd fel azt egy póznára, és ha valaki feltekint rá, életben marad. Nem akarok ebbe belemenni, de ma nem, el sem mehetek mellette, szóval nem valami magnetikus erő volt, nem, és nem akarok senkit bántani, vagy semmiféle irányzatot, de szóval nem valami erő árat ki, vagy erő átvitel, vagy sugárzás, vagy nem tudom, hogy mi volt. Egyről volt szó, hogy aki hitte, hogy az Istennek van hatalma a már megmart embert, az erejében a kígyó méreggel, szóval az olyan embert, akinek az erejében már kígyó méreg ott kering, hogy aki hiszi, hogy az Istennek van hatalma egy ilyen embert meggyógyítani, az nézzen csak oda, és az az ember meggyógyul. És most Jézus ezt a hasonlatot használja, hogy az emberi családot a bűn kígyója mardossa. Jelez az óra, hogy 30 perc lejár. Hogy a bűn mindannyiunknak, ugye az erejében ott kering már a bűn zsoldja, a halál törvényének a törvényszerűsége. És most Jézus azt mondja, és én leszek majd az a kígyó, akit feltűznek egy póznára, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetni. Kedves hallgatók, itt is hadd jegyezzem meg, én gyerekkoromtól kezdve olvasom a Szentírást, és ez abszolút nem ment a fejembe. Mi az, hogy az, hogy Jézus, hát a kígyó a bűnnek és sátánnak a jelképe. Tessék, Jelenések 12:9. A régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Így mondja ki a Biblia, azonosítja. Jézus hogy lett kígyóvá? Ő, aki bűnt nem ismert, aki szent, ártatlan bűnösöktől elválasztott volt, hogy a kígyó jelképezi őt? És azért örülnék, ha válaszolnátok, ha valaki válaszolna. Nos? Kérem? Köszönöm. Jézus magára vette az emberiség bűneit. Sőt, így mondja a Szentírás, hogy az élete utolsó szakaszán, Ézsaiás 53-ban ezt mondja, hogy az Úr mindannyiunk vétkét őre elvetette. Ezért hagyta el az Isten. Amikor Jézus felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, miért hagyta el őt? Mert Isten a bűnnel nem azonosulhat soha. Tehát Jézus nem kevesebbet mond itt el, hogy Nikodémus, igen, én az ember fia vagyok, én a megváltó vagyok. De Nikodémus, én nem a ti mesiásváró, e világi elképzeléseitek szerint jöttem. Én jöttem azért, hogy majd, mint a Mózes a kígyót felemelte, engem is majd keresztre feszítsenek, amikor az Isten minden ember bűnét rám veti. De aki akkor nem elfordult tőlem, hanem aki hisz én bennem, ugye a 16. versben aztán így mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És most szeretném megkérdezni, ugye ez írásmagyarázat, amivel mi most foglalkozunk. Az írásmagyarázaton értjük azt, hogy megfigyeljük jól a bibliai szöveget, és azt értelmezzük, illetve azt felszínre hozzuk. Itt mit válaszol Nikodémusnak Jézus ebben a versben, a 16. versben? Kérek jelentkezőt és választ. Milyen választ ad a ki nem mondott kérdés? Hol tart már Jézus? Már elmondta, ugye, hogy bizony mondom, tehát jogom van mondani, hogy ki lehet és ki nem lehet az Isten országának a polgára. Kimondom, hogy csak a lelkileg megtisztult emberek lehetnek. Kimondtam, hogy a mennyből szálltam alá.
lehet, és ki nem lehet az Isten országának a polgára. Kimondom, hogy csak a lelkileg megtisztult emberek lehetnek. Kimondtam, hogy a mennyből szálltam alá. Ő az Isten egyszülött fia. Világos válasz? És nem mondta egy szóval se, hogy ő a messiás. Egy hang nem volt erről, ugye? Nikodémus elmehetett kinn az ajtóban, megkérdezett egy másik Sanhedrin vagy Szinodion tagja, hogy mi volt a beszélgetés, elmondhatta nyugodtan, mert rejtjeles volt a beszélgetés. Kimondhatatlanul tapintattal elmondja, igen, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Én tehát nem kevesebb vagyok, mint az Isten földre szállt fia vagyok, Isten pedig úgy szerette ezt a világot. És megint egy másik, Nikodémus számára egy megbotránkoztató kijelentés, Isten a világot szerette. Nem Izraelt, nem Júdát, nem a farizeusokat, nem a Sanhedrin tagjait, hanem Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, akkor az el ne vesszen. És itt most megint, mit mond, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne. Tehát nem úgy, hogy ha ennek vagy annak az egyedül üdvözítő egyháznak a tagja. És ne haragudjatok, ennek még egy pár oldalvágást fogok adni az idők folyamán, mert nincs az a közösség, az enyémet is beleértve, amelyik úgy az valahogy adta háta mögött valahol, ne úgy gondolna, ezért mégiscsak ide kell tartozni, ha üdvözülni akarsz, akkor tartoz hozzám. Hát Jézus itt aztán erről egy árva hangot nem szól. De másit sem. Hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne. Az egy más kérdés, hogy akik igazán hisznek és azonosan hisznek, azok akarva nem akarsz, nem hogy akarva nem akarva, azok természetes, hogy egy lelki közösségé válnak. De nem ez a lényeg, hogy légy az egyházam tagja, és majdnem úgy, mint a biztosító társaság, hogy fizesd be a biztosító díjat, biztosítási díjat, én meg biztosítalak téged, hogy mész, mennybe visznek angyalok. Ugye, hogy Petőfi csúfolódik a nemeseken. Szóval ilyenről nincs szó. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, aki benne hisz, nem azt hiszi, hogy ő van, hanem aki benne hisz. Valakik befogadák őt, ugye emlékeztek rá, hogy múlt alkalommal szóltam erről 1.12-ben, János 1.12-ben, akik befogadák őt, akik a lelkületét magába szívják, akik Krisztussal azonosulnak a lelkükben, akik érzik a maguk erőtlenségét, és könyörögnek, hogy Uram, add a te szent erődet, mert nem tudok győzni a te erőd nélkül. Olyan nincs, hogy egy ember üdvözülni tudja. Rákérdeztek a tanítványok, kicsoda üdvözülhet. Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen. De Istennel igen. És Jézus most erről beszél Nikodémusnak. Így szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne. Nem ha, még egyszer hadd mondjam, nem ha X egyházhoz tartozik, vagy mozgalomhoz, vagy szervezethez, vagy közösséghez, teljesen mindegy, hanem ha hisz ő benne, ha az életét neki szenteli, ha vele közösségben él, akkor el ne vesszen. És aztán itt még egy dologra szeretnék ráutalni. Ebben az igében van döbbenetes kijelentés hangzik, hogy el ne vesszen, tehát az egyik alternatíva elveszni, a másik alternatíva örök élet. Elég polarizált, elég nagy távolságban van a kettő egymástól. Elveszni, a másik pedig, hogy örök életet, egy Isten által elkészített örök életet kapni. Jézus erről beszél Nikodémusnak ezen az éjszakán. És ha az előbb mégis úgy éreztétek volna, hogy átléptem azt a tanári etikát, hogy itt agitációra ne kerüljön sor, akkor bocsássatok meg, mert az ember ezt is látja, hogy aki az Isten akaratával szemben áll, itt nem kisebb dologról van szó, szóval nem arról van szó, hogy egy közösség tagja lehetek, vagy nem lehetek, egy egyház exkommunikál, vagy nem exkommunikál, szóval tagja lehetek-e, vagy kirek ezt a sorai közül. Itt erről van szó, hogy az ember el ne vesszen. Szóval ez a tét, elveszni, vagy örök életet nyerni, ez a tét, amit Nikodémusnak Jézus elmond. És ezért mondom azt, hogy ez egy csodálatos a tapintat oldaláról, csodálatos Jézus tapintata és küzdelme Nikodémusért.
az az álhatatos, udvarias, meg nem sértődő, de célra törő magatartása, ahogy Nikodémus tanítja, és eljut ide. És akkor mondja tovább, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Ugye egy farizeus hogy gondolkodott? Egy átlag farizeus, azt hiszem ezt még nálatok nem említettem, de egyszer odahoztak Jézushoz, mert a szolgáltának a vége felé volt, odahoztak egy tetten fogott parázna nőt. Furcsa egy nő lehetett különben, aki egyedül tudott paráználkodni, mert, és azzal álltak Jézus elé, hogy Uram, ezt a nőt paráznaságon fogtuk tetten. Ugye az a farizeusi gondolkodásra jellemző. Férfi nem volt a darabban. És Mózes erre azt mondta, hogy az ilyet meg kell ölni, meg kell kövezni, te mit mondasz? Jézus azt mondta, mintha csak azt mondta volna, én is ezt mondom, hát Mózes által is én szóltam. Ugye ott van Mózes könyvében meg lehet keresni, a másik osztályban az előző órán is valami miatt utaltam erre, és valaki oda jött, hogy na de hát itt van Mózes könyvében. Persze, hát azért jöttek a zsidók is hozzá, hogy Mózes ezt mondta, és te mit mondasz? És Jézus nem azt mondta, hogy ne, ez már nem érvényes ez a törvény. Csak mivel látta ezt az alávaló magatartást, mondják, hogy milyen magatartás az, hogy odahozni egy nőt azzal, hogy ez a nő paráznaságon tetten fogatott. Micsoda, ugye? Milyen szemlélet ez? Jézus nem szól semmit, illetve azt mondja, hogy aki közületek, ugye az volt a törvény, a mózesi törvény, és ezt is Jézus adta, hogy a szent tanúnak kellett vetni az első követ. Ugye a megkövezés úgy történt, hogy valaki vétkezett, ugye kiállították ezt, és a szent tanú dobta az első követ, és aztán kőáradattal elárasztották, borzalmas halál lehetett különben. Ugye agyonköveztek, és egy dombot raktak ott fölött, és ott pusztult el alatta, vagy korlatt el alatta. Most Jézus azt mondja, ennyi változtatást tesz, hogy aki közöttetek nem vétkezett, az vesse az első követ. És ott azt írja a Szentírás, hogy Jézus rögtön lehajolt és írni kezdett. Ugye erről hallgat a Szentírás, hogy mit kezdett írni. Csak azt mondja a Biblia, hogy a farizeusok és az írástudók pedig, mikor látták, hogy ő ír, akkor a lelkiismerettől vádoltatván elmentek. Miért vádolta őket a lelki? Mit írhatott Jézus oda? De csak a porba. Az ő bűneiket. És most bocsássatok meg csak a példát. Ugye lejött egy, te mondjuk nem tudom én, tolvaj voltál, te ezt azt csináltál, te amazt, és azoknak, hogy kezdett elállni a lélek, ja, csak innen tűnünk el, csak még innen, csak most az egyszer még innen elmehessünk, mert ez minden tud rólunk. Még egy perc, és már mondja is, és egy kicsit szerepcsere történik, és nem ő lesz a vádlott, hanem valami történik itt. És egyszer csak Jézus felegyenesedik az írásból, és azt mondja, asszony, hol vannak a te vádlóid? Már egyedül állt az asszony ott. Hol vannak a te vádlóid? Senki nem vádol téged? Az asszony azt mondja, nem. Jézus azt mondja, nos, én sem vádollak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. És hogy gondolkozzatok csak el ezen, én nem tudom, hogy mennyire érinti ez a lelketeket. Én ezt, na, rengeteg, ezt sok százszor idéztem már ezt a bibliai szakaszt, de valami mindig olyan különös, hogy Jézus azért ezt kimeri mondani. Mernénk mi mondani valakinek, hogy többé ne vétkezz, menj el és többé ne vétkezz. Ezer fegyelmi ügyben voltam már benne, hogy embereket egyházfegyelmi úton hát kellett valamit tenni, mondani, bátorítani, vagy figyelmeztetni, vagy fegyelmezni, vagy fenyíték alá helyezni, vagy kizárni közösen. És sosem mertem azt mondani, hogy menj el és többé ne vétkezz. Hát hol kapjon erőt hozzá? Jézus merte mondani, hogy eredj el és többé ne vétkezz. Aki ilyen kegyelmet kapott, aki ilyen szeretettel találkozott, akinek annyi jóság, aki felé annyi jóság áradt, akinek az életét mentették meg, ez nem egy kis jelenet volt, hanem ez egy ítélő. Ugye Jézushoz, mint főbíróhoz hozták most oda. Ha még kimondta volna, igen, akkor már zúdultak volna is a kövek. Akkor most mit tudom, Jézus? Én nem, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Kérlek, amikor majd olvassátok ezeket az igéket újból, akkor gondoljátok végig, hogy hány embert, hogy így mondjam, mentett ki Krisztus sátán kezéből, hány ember, egy samárgyi asszony,
akinek a végén megmondjuk, hogy 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed, de neki is megbocsájt, és új életre indítja el. Nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot. Mennyire hajlamosak emberek, aki nem hozzánk tartozik, tessék csak, én hozzám is jöttek valamikor régen emberek, hogy a Jehova ezt meg ezt üzeni nekem, és hát udvariasan meghallgattam sok-sok héten át, nem tudom én hány, vagy 15-20 órán át, akkor azzal kezdték, hogy szeretnének kérdezni valamit, és amikor vagy 15 órát én hallgattam őket nagy türelemmel, szóval látszólag türelemmel, belül már nehezen, akkor a végén mondtam, hogy most azért én is szeretnék valamit mondani, hát meghallgatnak. 15 perc után mentek ki, verték le a port a lábukról, hogy ők már értem nem felelősek, mert ugye én már kárhozott fia vagyok, már látták, hogy a pokolban pörkölnek. Szóval, na hát, szóval nem gondolom, szóval Jézus nem ezt az utat járta. Azt mondtam, ezt nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, így már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tehát most mire tér vissza? Azt mondta az előbb, hogy bizony mondom néked, ez meg ez lehet az Isten országának a polgára. Most pedig kimondja, ez meg elkárhozik, már el is kárhozott, ha nem hisz az Isten fiának. De és hadd kérdezze meg, ezt milyen stílusban mondhatta el Jézus? De nyilván nem valami fenyegető beszéd volt ez. Most hadd kérdezem meg, és Nikodémus mit tesz ezután? Ne haragudjatok, hadd kérdezem meg, voltatok már evangelizációkon, ilyen nagy evangelizációkon, jöjjön előre az, aki álljon fel, jöjjön ide, és aki nem, akkor aztán jönnek ugye az átkok, hogy azokkal mi legyen. Hát ennek az árnyéka sem volt Jézusnál. Ennek az árnyéka nem volt Jézusnál. Ő mindezt elmondta, és utána engedte, hogy menjen Nikodémus a maga útján. Elültette a lelkében azokat a magvakat, amelyek majd felnőnek, amelyek gyümölcsöt hoznak. Elültetett olyan gondolatokat, például a 14. vers, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. És csak két bibliai igét szeretnék idézni, ahol aztán Nikodémussal találkozunk a 7. fejezetben, itt János Evangélium a 7. fejezetében. Amikor Jézust el akarják fogni, de meglehetősen alávalóan, ahogy majdnem általában akarták, és akkor itt azt olvassuk az 50. verstől, tehát 7. fejezet 50. verstől. Mondta néki Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, aki egy volt azok közül, tudnélik a Sanhedrin tagjai közül, tehát a zsidó főtanács tagja volt, ugye, mint az előbb említettük. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Van egy nagyon kedves munkatársam, hogy mindig ezt mondja, én csak kérdezem. De úgy kérdez, hogy abban a válasz olyan bőségesen benne van. Na, Nikodémus is most csak kérdezett. Én csak kérdezem. Hogy vajon mi törvényünk kárhoztatja-e azt az embert, akit még nem hallgatott ki, és nem tudja, hogy mit csinál. Felelének, és mondták néki, vajon te is Galileus vagy én? Tudakozódjál, és lássad meg, hogy Galileából nem támadt próféta, és minnyáján hazamentek. Véget vetett. Szóval a kerék elé tette, nem volt tovább, ugye nem gördülhetett ez a becstelen folyamat tovább. Szóval ennyit tett meg Nikodémus. És aztán azzal találkozunk az élete legvégén, hogy mikor Jézust elítélik, akkor ezt találjuk a 19. fejezet 30, tehát itt János Evangéliumában 19. fejezet, 38-tól terjedő verseiben. Ezek után pedig kéré Pilátust, az arimátiai József, aki a Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse a Jézus testét, és megengedte Pilátus. Elment azért, és levette a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, aki éjjel ment először Jézushoz,
hozván mirhából és álóéból való kenetet, mint egy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölték azt lepedőbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Mikor lép elő Nikodémus? Amikor látta az ember fiát, mint a Mózes, ahogy felemelte a kígyót a pusztában. Nem tudom, ki ismeri Rembrandt képét, igen, sajnálom, hogy nem hoztam, itt nem kértem a könyvesektől. Egyik jó hírnek a hátlapján van, ha jól emlékszem, egy Jézus sírba tétele. Veszik le Jézust, ugye az elalélt Jézust, a Golgotai keresztről mindenki látszik, az összetörtség, a megrendültség, a fájdalom. Egy ember áll ilyen megdöbben, ilyen, mint akinek úgy most esett le, bocsánat, a tantusza. Szóval ezt mondta, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. És akkor elmegy Nikodémus Arimátiai Józseffel együtt Pilátushoz, hogy kérjük a testét. Akkor, mikor a legnagyobb szégyen volt oda tartozni hozzá, amikor üvöltött a tömeg, hogyha az Isten fia vagy, most szállj alá és hiszünk benned, és nem szállt alá. Akkor odaállni, hogy igen, én most hiszek igazán, most elérkezett az idő, mert ő megmondta nekem már azon az első éjszakán, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy fogják az ember fiát is felemelni. Igen, ez történt. És aki ő benne hisz, na most mától kezdve hiszek ő benne, és a tanítványa lett. Ja, tudjuk jól a feljegyzésekből, a hagyományokból, hogy a keresztény gyülekezetnek, a teljesen széttrancsírozott keresztény gyülekezetnek, a Jézus halálával szinte atomizálódott a Krisztus követőinek a serege. Nikodémus egy volt azok közül, aki vagyonával támogatta a gyülekezetet, aki tekintélyével, befolyásával a megriadta, szétszélett kis nyájat, a tanítványokat, mint egy bátorította annak az éjszakai beszélgetésnek a gyümölcseként. És köszönöm a szíves figyelmeteket, azt hiszem rég lejárt az időnk. Ha esetleg valakinek, mert azért nem is biztos, hogy nagyon rég járt, de valakinek valami kérdése lenne most, olyan sokszor jöttök ide hozzám, hogy szeretnénk ezt meg azt kérdezni, és olyan sokszor nagyon egyetemes jellegű kérdéssel, ha valakinek volna kérdése, kérem jelentkezzék, és egy-két percet szálljunk rá. Tessék! Nem. A kérdés az volt, hogy vajon ez a részkígyó nem tekinthető bálványnak? Hát az Isten rendel el valamit, akkor annak logikája van, és az nem bálvány. Hát ezt kérdezzük meg a jó Istentől, nem ruházott fel ez a kérdés az volt, hogyha valaki eredendő hittel rendelkezik, hát erre hadd mondjam, eredendő bűnrőlben sem hiszek, de eredendő hitben sem hiszek, abban hiszek, hogy születünk rettenetes rossz örökséggel, és aztán azt kifejleszthetjük, és hitre is eljuthatunk, és hogyha nem keresztelkedik meg, szóval azért arra egyértelműen azt ki tudom mondani, Jézus azt mondta, hogy vannak nekem más aklokban is juhaim, akik majd az én juhaimmá lesznek. És azt is mondta, hogy eljönnek északról, délről, napkeletről, napnyugatról, és letelepednek itt Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobnak. Ennek az országnak, tehát a választott népnek a fiai kívül maradnak. De mikor ez arra, azt hiszem, arra érvényes, ha valaki erről nem tudott. Erről ennyi. Nem hirdetem, légy szíves, jó?